Sziasztok! Arra gondoltam, hogy elkezdek egy újabb Total War Roma 2 kívásos végigjátszást. A kívás lényege pedig, hogy bár hogy minden néppel habban kell állnom, nem kötök békét, és arra gondoltam, hogy a Nabataje frakcióval lesz a kívásos végigjátszás. Szóval nagyjából kezdhetjük is. The people of Nabataea have always been honest traders, keeping the flow of valuable spices to all corners of the world. In return, we learn from the people of the West and share in the vast riches of the East. This trade has allowed us to flourish where nobody else could. Naturally, our success has attracted the envy of the greedy Seleucids to the north. Beware these Eastern Greeks. Because like their armies, their satrapies are numerous, and they can draw on widespread support should the need arise. Seek alliance with the Kidri and your other trade partners to the south and west. Fear not, for Dushara is with us. Okay. Nayo. Kezdjük. Come, my friend. And this house, I greet you as befits. I will be a patient. Please accept as a mortal. Greetings, friend. Let us use our... Come, my friend. Ti is rengeteg néppel hadban álltok. Tényleg csak az egy quadrik, akik sok néppel hadban állnak rajtam kívül, te jó ég. Be welcome. If I can get... Okay, arra gondoltam, hogy lemegyünk ide a kusiták ellen, és el fogjuk foglalni a területeiket. És onnan építem ki a birodalmamat. Ready for orders. We fight for you, my... Gathering supplies, my lord. Fleet ready. Ez lenne a tervem. Mert ezt a területet itt megtartani, hát, hogy őszinte legyek, necces lenne. Join our ranks. Ready for orders. I don't care how tired you are. Nem biztos, hogy volt értelme. Most húzzuk is fel az adót. Mondjuk... Most az a 200 dénár... Annyira nem oszt, nem szoroz. Szerintem. Nem, bár megteltem azt, hogy... Következő körben adminisztrátort küldök ide. Ja. Na jó van. Amúgy a Nabataje frakció az egy nagyon erős frakció szerintem, mert nagyon jó gyalogságuk van, jó lovasság és nagyon jó íjászok. Szóval tökéletes. Tényleg. Nagyon-nagyon jó frakció lett ez a frakció. Nagyon erős. Nagyon-nagyon jó frakció lett belőlük. It is an honor to serve you.
Á, oké. Egyiptom úgy döntött, hogy meg is támad. Ám bár annyira nem nagy gond. Annyi az egész, ugyebár a játékban még az a legrosszabb, hogy mi est megostromolnak, már veszíted is a katonákat. Ekkora hülyeséget. Annyi az egész, hogy elfoglom tőlük ezt a várost, akkor tudok is képezni katonákat, ha minden igaz. Mert valójában ugyanaz a kultúránk. A sivatagi királyság úgymond. Mi csak annyit csinálunk, hogy kirúgjuk őket úgymond innen, az kész. Köszönjük, hogy voltatok, meg ilyesmi, azt annyi. Ezt mondjuk nem tudjuk használni, ezt az épületet, de nem baj. Kell ez, mert akarok ügynököket. Ezt kell még néhány desert levy. Oké. Tudjunk Etiópiába izét. Adminisztrátort. Amúgy nézem, hogy mit ad ez. A Trade Settlement, egy Noble Swordsman, egy Rackham Palace Guard, három Levy Skirmishers és két Tribes People. A Garrison Settlement pedig két Levy Spearman, egy Noble Swordsman, egy Rackham Palace Guard és egy Levy Skirmishers. És ugyanez van egész végig. Szóval... Hát, hogy őszinte legyek... hogy őszinte legyek... Ez szánalmas. Szóval... Egyszerűen fogom a fejem sokszor, hogy a készítők mit gondolnak, hogy... Az egyes szintű... Izé... Főépület ugyanannyi védőt ad, és ugyanazokat, mint a négyes szintű. Szóval nincs semmi különbség közte. Akkor mi a fenének, érted, szóval valójában csak némi közrendet ad, de ugyebár élelmet veszel, meg némi bevételt. De nem létezik, hogy a városi őrség ugyanannyi. Hát mindig növekedjen kéne, hát ha egyszer bővül a város, ugyebár ha úgy veszük, bővül a város, akkor normális, hogy több védő is kell, nem? Logikus. De valahogy a védők ugyanannyi marad, mindig. Szóval ezt nem értem, hogy miért. Meg most építsek Garrison Large Town-t és gyengébb bevételem lenne, de most ugye a városi őrség erősebb, nehéz megmondani. Mert valójában ugyanannyi izén van, ugye a Noble Swordsman és a Rackham Palace Guard csak ugyanúgy egy-egy darab, ami hülyeség, hogyha már Garrison izét építesz, ugye bár ilyen városi őrségi főépületet, akkor mit tudom én, adjon két Noble Swordsman-t és ne csak egyet, vagy két Rackham Palace Guard-ot. Szóval ez szintén egy olyan dolog, amit nehezen bírok megérteni, hogy miért úgy működik, de úgy működik. A király amúgy 23 éves, szóval nagyon fiatal. Most el kéne valahogy foglalni Mero után, bár oda kell figyelni Axumra, hogy mit csinál. Mondjuk lehet így a játék elején egy Garrison Settlement, már csak azért a néhány egységért, az a két lándzsás egység úgymond, a két Levy Spearman, plusz a... Várjunk, itt kapunk 4, 6, 8, 5, 6, 7 egységet. Szóval egy egységgel kapok többet, hogyha Garrison Large Town-om lesz. És
két tribes people helyett kapok, vagyis két tribes people és három levy skirmishers helyett kapok négy levy skirmishers, szóval öt egység helyett kapok, vagyis öt előcsatározó egység helyett kapok négyet, de nem biztos, hogy erősebb az a négyen, bár hát range és missile damage ugyanannyi, az upkeep cost ugyebár nem számít, vagy a leképzés az sem számít, mert városi őrség, shot per minute ugyanannyi, ammunition ugyanannyi, melee attack ugyanannyi, melee weapon damage ugyanannyi, charge bonus ugyanannyi, melee defense, na jó, sokkal gyengébb, de ugyebár ezek előcsatározók, szóval csak annyi a lényeg, hogy eldobják a láncsákat, az okoznak, amilyen veszteséget okoznak, az kész. Közelharcban szart se érnek. Életerő 5 ponttal jobb a Levy Skirmishersnek, 5 ponttal jobb a morálja. Hát, ezt most tényleg nehéz megmondani, hogy érdemes, vagy nem érdemes. Igaz, hogyha Garrison Lodge és Settlementet építünk, akkor kapunk még két Levy Spearment, ami annyira nem rossz, de ugyebár Levy Spearment, ezek is olyanok, hogy Istenem. Hogy Istenem. Inkább ne is lássam őket harc közben. Olyan egy egység ez is. Szóval, ja. Elég nehéz eldönteni. Hogy mi legyen. De amondó vagyok, legyen inkább így a játék elején minél több katonám is. Majd a játék közepe fele, ugyebár akkor inkább ráállok a minőségre és nem a mennyiségre. Oké, hello. Megjött egy kisebb csapat kusita. Oké. At your command. Ready for orders. Come, join our ranks, my lord. Oké. Következő körben le tudok képezni egy bajnokot. Van egy csomó Slave Infantry és Nubian Spearman. Your next command, my lord. Ó, nincs élelmük. Ó, az valójában nagyon jó. Nem érjük el őket amúgy. We fight for you, my lord. Spear armored units. Tényleg amúgy ez a Wrecken Palace Guard, ez egy valójában nagyon erős hoplita egység. Olyanok nagyjából, mint a Royal Spartaiak. Komolyan? 47-es melee attack, weapon damage 29, bonus VS large 20, charge bonus 30, melee defense 57, még az egy kicsit gyenge. Armor 115, nem számít, mert a paritjás 2-3 lövés után megöli őket, mert hát a franc tudja, hogy hogyan. Életerő 65, morál 79. Nem olyan erős, mint például egy Royal Spartai, de jó, szerintem egy jó hoplita egység. Igaz, legnehezebb fokozaton gép ellen kicsit necces a dolog számukra. De oké. Okay. My lord, ready for battle. You call this a garrison? Nekik nincs élelmük Meróban. Az nekünk nagyon jó. Na lássuk, mit lépnek. A Nabatheye frakciónak vannak nagyon jó íjászaik a
Nabataya nehéz íjász. Nem sikerült az ügynökének. Hello. Fall back! Ami tényleg egy nagyon-nagyon jó egység. Oké. Az a baj, így nem képzek egységet, és megjött Axum. Hűha. Come on! Ne legyél már ilyen köcsög. Kíváncsi, mikor állítják helyre a izét. A kusiták, hogy legyen élelmük. Egész addig még nem állítják helyre, addig nekem nagyon jó esélyem van ellenük. Mert nincs élelmük, így hát számukra hadsereget képezni szinte lehetetlen. Plusz ugyebár mivel olyan területen vannak, ahol nem is tudnak farmot építeni a főépületbe, fővárosba, így elég necces a dolog számukra. Oké, szerintem ezt ha lejátszuk, meg lehet nyerni. Annyi az egész, a városi őrség az nem fullos, szóval az nagyon gyenge. De szerintem győzünk. Na jó, hol jöttök? Ott jöttök. Itt fogunk védekezni. As you wish. Egy valami, ami nagyon nem tetszik ennél a játéknál, vagy a játéknál az egységnél, az a képességük, amilyen van. A shield screen. Ez egy hoplita egység, szóval görög stílus. A görögök nem használtak shield screent, szóval honnan jött ez nekik? A shield screen az a barbároktól van. Jó, oké, és ott vannak ugyebár a galátiaiak közel hozzájuk, de ez egy hoplita egység. Nekik hoplita falangszuk kéne legyen, nem shield screen. Ez béna. We understand. Ja, ez béna. Orders, my lord. Infiltrate. Kicsit olyan furcsa, hogy... Orders, my lord. Hogy olyan képességük van, ami nem illik hozzájuk, szóval. Nem tudom, számomra ez nagyon bénán néz ki. Hogy shield screen képességük van, miközben hopliták. Our reinforcements have arrived. Kicsit furcsa. Inkább ti gyertek át oda. Számomra ez egy kicsit ilyen furcsa, hogy miért van nekik shield screen képességük. Közben hoplita egység.
Azonban van egy csomó Tribal Slingers egységük, nekem pedig hát csak kettő. És hát kettő az nem olyan sok. Ezek a leopárd harcosok erősek. The men are wavering. Infantry! Orders, my lord! Awaiting orders! Valet cavalry, ready! We are at your command! Novice Spearman! Missiles at your command! Infantry! Melee infantry! Infantry! At speed! France, people! Fire! Our hidden units have been discovered. Okay, egyelőre remek a dolog. Awaiting orders. At speed, my lord. Slingers! Not his spearmen. Bow spears are yours forever, my lord. At speed, Flatigos. Amigos! We await your orders! Infantry! What are your orders? We understand! Hogy elnézem, van Counter Cavalry Tactics szintén, az nagyon jó. Akkor az egységem az valójában mészárolná a lovasságot. A Reckon Palace Guard megölt 43 katonát, az nem is rossz. We are at your command. Infantry! Quick march! What are your orders? We will darken the skies! Slingers! Annyi az egész, ezek a leopárd harcosok valójában jók. Erős lándzsás egység. Spears ready! Infantry! One of our units has used all its ammunition. Ready. Ready. Double time. Nem, bár a paritjások simán lelövik őket. Bár ezekkel a sivatagi népekkel csak annyi a baj, hogy páncélzott területén, igen, páncélzott van egyszerűen nullák, szóval zéro. Nincsen páncélzatok. Nincs technológiájuk, ugyebár a nehéz páncélzatra, vagy ilyesmi. Ezért elég gyengék ezen a téren. Valójában minden egyes előcsatározó egység, vagy liász, paritjás, ezek egyszerűen mészárolják őket. Infantry!
One of our units has used all its ammunition. Van néhány mazgát martalózunk. Orders, my lord! Riders, my lord! Forever loyal! Withdraw! Our men flee the field of battle! This is a shameful display! Spearmen! At the double! Not the spearmen! Hele infantry ready! Spearmen! Awaiting orders! Infantry! Ready to march! Ready! Forward! Camel archers! Orders! Our men flee the field of battle! This is a shameful display! Fill the skies! Awaiting orders! Cavalry! Quickly now! Our orders! An entire unit has perished! Say, swift riders! Orders! Forward! Orders! Cavalry! Riders, advance! Spearmen ready for orders! As you say, at speed! My lord! Judas! Not the spearmen! Cavalry! Forever loyal! Our general is under attack! Az itt nem a legjobb. Quickly now! Slingers! We are at your command! Quickly now! My lord! Cut them down! Ugye az egész van néhány jó egységük. Néhány nagyon jó egységük. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Not the spearmen! Orders, my lord! At the ready! At the... Slingers! Double time! Infantry! Awaiting orders! We will darken the sky! Cavalry! As you come on! Our men flee the field of battle. This is a shameful display. We await your orders. Spearmen, for honor! We understand. Jó a rohamozás képessége amúgy ennek a palaszgárdnak. Men flee the field of battle. This is a shameful display. Orders, my lord. Missiles at your command. Cavalry! Our general has fallen. Na vajon most melyik volt az? Azt hiszem, hogy pont te voltál a lovas. Infantry! Yeah.
Érdekes, 60 valány testőrrel meghalt. Szeretem a Rune 2-t. Azért az se semmi. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Our orders, advance at speed. We are at your command. Sling them! At speed! Cavalry! Annyi az egész ennek a Nabataea Nobuo Cavalry-nak nem valami erős a rohamozása. Inkább közelharcban erősek. One of our units has used all its ammunition. Slingers! We await your orders. What are your orders? Infantry! Quick march! Levis, spearmen! Cavalry! Igaz, 400 ellenséget öltek meg. Már majdnem 450-et. Spearmen, ready for orders! Ami elég szép teljesítmény. Spears ready! Advance at speed! Our orders! Spearmen! Levis, spearmen! One of our units has used all its ammunition. There's your orders! Into formation! Shatter them! We will darken the sky! Csak kár, hogy meghalt. Slingers! Kicsit tényleg furcsa volt, hogy annyi testtől rá csak úgy meghalt. Annyira nem nagy probléma, hogy meghalt, csak ugye már mégis egy saját családtag volt. Ja, ez a counter cavalry tactic, ez adta a lovasság ellen. Nagyon jó volt. Hogy őszinte legyek, ez a csata béna volt, szóval ezt nagyon nem így kellett volna. De most már mindegy. Oké. Tű! Az igen. Annyi az egész, hogy valójában az ellenségnek nagyon jó egységei voltak. Az az első négy egység, ugyebár az a három zsoldos és a leopárd harcos, plusz a két zsoldos leopárd harcos, az erős. Ám bár egész jól harcoltak ezek a Desert Levy egységek, ezek hihetetlenül jól harcoltak, szóval egyszerűen brutálisan jól. Meglepődtem rajtuk, hogy egyszerűen nagyon jól tartották a sort. Á, kárgyicsávó meghalt tényleg. Hát igen, Rome 2. Nem számít, hogy a hadvezérnek van vagy 60 testőre, ő meghal. Igen. Oké. Okay. Jó van. Láthattuk az új, vagyis ennek a népnek az ilyen kis videóját, miközben elveszítnek egy hadvezért. Vagy egy nemest. Legyen ez. Mert amúgy sem kereskedünk, szóval mindegy bevételt úgy sem veszítünk. All men must serve. My lord, kill them all! Á, szóval visszavonulsz annak ellenére, hogy most győztünk le. Értem. Gyere egész ide.
on the moon. Aha, nincs élelmük. Helyes, helyes. Ne is legyen. Ne is legyen élelmetek. Hát igen, sajnos családtagot veszítettünk. Pedig valójában az a Nabataya Noble Cavalry az erős. 50 melejáták, weapon damage 25, charge, vagyis a bonus VS large 15, charge bonus 38, úgyhogy már rohamozásban gyenge, de valójában nem lancer lovasság, szóval ezért. Melee defense 38, oké. Okay. Armor 70, életerő 90, morál 60, szóval ja, egy jó lovas egység. Ready for battle. Oké. We fight for you, my lord. As you command. Ah. Csodálkoztam, hogy eddig nem támadtatok meg. Csak úgy kíváncsiságból, hogyha sikerül elkapni az ellenséget, úgymond, hogy nekünk támadjanak csak szemből, milyen veszteséget tudnánk okozni ezzel a Palace Guard-dal, mert jó egységnek tűnik, szóval olyan egységnek tűnik, mint egy spártai egység, ami elég ütőképes tud lenni. Jó, persze Rom 2-ben valójában nem valami erős, hogy őszinte legyek, mert már ez a hülye 1v1-es rendszer, ez annyira legyengíti az egységeket, hogy az már röhelyes. De csak úgy kíváncsiságból, hogy mit tudnak. Legyen az, hogy ti védekeztek ott. Ti ott. We are at your command. Ez a rengeteg előcsatározó. Inkább menjünk ki. És ti oda. We are at your command. We await your orders. Melee infantry. What are your orders? Orders, my lord. We are at your command. Orders, my lord. At the ready. What are your orders? Meg lehet, hogy ebből lesz egy kisebb mészárlás. At the ready. Quick march, my lord. De ne belefussatok az ellenségbe. Missiles at your command. Order. At the ready! Striking us! We await your orders! We will darken the sky! At the ready! Find your target! Noble swordsman! What are your orders? Orders! Ready! Strategos! Awaiting order! We are at your orders! At the ready! Our orders! Fill orders! Ready! Orders, my lord! People! Quick march! Fill the sky! Orders! The men are wavering. Meg se támadták. One of our units has used all its ammunition. We await your orders.
az a paritjás egység az, az okoz veszteséget. One of our units has used all its ammunition. At the ready. My lord! My lord! Leave us! Ready! The waiting Moses! What are your orders? Orders, my lord? We will darken the skies! Follow me! Axis! Yes. Spearmen, ready for orders! A Noble Swordsmenek fogjuk rá, hogy jól harcolnak. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Bár legyőzik az egyiptomi gyalogos men szerintem. Flee the field of battle. Csak azért okoznak némi veszteséget. Hát igen, hogy őszinte legyek, ez az 1v1-es harci rendszer nekem nem tetszik. Plusz ugyebár 115-ös páncélja van a Palace Guardnak, de a paritjások szétlövik őket. Ami elég röhelyes, ha belegondolsz. Meglepő módon azért a Palace Guard egész szépen vágja az ellenséget. Nem bár ennyi. Ja, annyi. Annyira nem volt rossz. 157 katonát öltek meg, mondjuk a szánalmas, szóval... Igaz, mondjuk hoplita egység és a hopliták azok mindig is olyanok voltak, hogy egyszerűen fél óra kell nekik, még megölnek egy gyengébb szintű egységet, mert ugyebár ha belegondolunk, akkor az én Palace Guardom a legerősebb láncsás egységem harcolt az egyiptomi leggyengébb kardforgató ellen, és még így is kellett nekik egy fél nap, még megöltek 150-et. Szóval, ja, kicsit elég béna az az 1v1-es rendszer, hogy őszinte legyek. Mert valójában azzal van a baj. Például, hogyha nézitek ugyebár a Third és Total War-os végigjátszásokat, ahol nem 1v1-es harci rendszer van, ott észreveszitek azt, hogy az elit egységek egyszerűen mészárolják az ilyen könnyű szintű egységeket, szóval egyszerűen mészárolják őket. Mire Pistox 2-t az ilyen elitebb egységek lemészárolják az ilyen alapszintű egységeket. Vagy egyből megfutamítják őket, az kész. Gather all we can. Szóval, ja. Van azért egy kis különbség az újabb és régebbi totáborok között. Talán Axumot kéne támadni amúgy. Mert a Merov, vagyis a kusiták ugyebár azok elég gyengék. Stay for battle. Join with us. Ja, nekik nincs élelmük, így hogyha meg is akarnak támadni, amivel jönnek, azok, hogy úgy mondjam, halottak. Szóval, ja. Inkább foglaljuk el előbb Axumot, és utána foglaljuk el Merov városát. Lehet, hogy úgy jobb lesz. Oh. Okay. On the moon. The way is shot. I will come. Let the power before our might.
ready for orders. Ennyitek van. Lehet sikerül neki? Nem. Mennyi a zsoldos a területe? Jaj. Hűha. Nem is értem, miért amúgy miért szabotálni akartam. Van itt azért egy csomó zsoldos. Két paritjás sem árthat, mert valójában a paritjások azok, tudjuk nagyon jól, hogy simán lelövik a rómaiakat tesztudóban, szóval az mindig jól jön. Néhány paritjás. Simán lelövi két paritjás egység, vagy akár egy is a rómaiakat tesztudóban. Easy peasy. Oké, nem vett fel sok zsoldost. Ja, szinte semmit. Ha ezzel végeztünk, akkor azt hiszem az Axumi frakciónak annyi is. Ja. Tű, azt hiszem jó ötlet volt őket támadni, és nem a Meró frakciót. Vagyis a kusitákat, bocsánat. És mindig Merót mondok, mert... ugyebár a fővárosokat Merónak hívják. Ja, azoknak nincs élelmük, szóval csak várnom kell, és meghalnak maguktól. Annyi. Nyomjunk rájuk egy szabotálást, ugyebár, hogy még több katonát veszítsenek. És easy. Kell legalább 6 paritjás egység amúgy egy seregbe. Mert ha védekezünk, akkor csak annyi a dolgom, hogy védekezek, a gyalogság feltartja az ellenséget, a paritjások meg szétlövik őket, az kész. Igaz, hogy jó lenne íjászokat képezni. Ez jól jön. Szóval milyen íjászokat tudunk képezni? Szóval van itt... várjunk, hogy is... goddammit. Hogy tudnám... hogy a fenébe lehet behozni a izét? Az építési cuccot? A fene tudja már. Enciklopédiával? Nem? Na mindegy. A lényeg az, hogy nagyon jó íjászokat tudunk képezni, csak nem most. Csak nem most annyi az egész. Az a baj, legnagyobb adón vagyunk. Mi van, ha levesszük? Vegyük le, legyen minél jobb közrendem, állítsuk helyre a közrendet, és több bevételem lesz. Most tényleg el kéne foglalni Merót, hogy meglegyen a teljes provincia, és kész. Ki kell építeni a városokat, és mehetünk tovább. Nem igazán tudnak csinálni semmit amúgy a izé ellen. Az élelem hiány ellen. Ready for battle. Is that all, my lord? God save our battle.
We fight for you. A noble cause requires noble men. As you command. Our numbers grow. Ready for battle. For the glory of our people. I am your champion, my lord. I live for war. Ja, nektek annyi. Azt hiszem tudják is, hogy nekik végük, mert mintha menekülni próbálna. Oh, disease. What? Ja, hogy ezek itt járványban szenvednek. Hát az nem meglepő. Wow! Még így is nagyon jó arányt kapunk. Oké. Hadvezérét akartam megölni, de hiába öltük volna meg és vesszük el a várost, mert itt az admirális. Szóval nem semmisült volna meg a frakció. Oké, ez így tök jó. Na várjunk, milyen templomot kéne építeni? Ó, hello, 6%-kal több adó. Huh. 6 közre 8 desert nomadic culture influence. Oké, ez nekem tetszik. Altar of Dushara. Oké, ez jó lesz. Az jó lesz. I'm yours to command. Ready for greatness. Ready for greatness. Meglepő módon tényleg ez a Desert Levy egység, ez elég jól harcolt. Ez furcsa volt. Az axumiak ellen. Plusz az volt a legjobb ötletem eddig, hogy axumot támadjam és ne a Meró frakciót. Mert hogyha a Merókat támadom, akkor az axumiak megerősödnek és lehet körbe mentek volna. Jó, és akkor innen elveszünk némi palitjást. Ja, 6 palitjás egység az király. Amúgy ez a Desert Levy egység, ez rohadtul olcsó. 38 dénár a fenntartása és 165 a leképzése. A királynál csak 35 dénár a fenntartása. Hát igen. Ennek van egy csomó befolyása. Ezt valahogy csökkenteni kéne. Amúgy nekem templom nem a fővárosba kéne, szóval ezt lerombolom. Na, de azt hiszem, hogy lassan zárom a videót. Ja, kb. Ezzel. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!